Sziasztok, Ádám vagyok, Mublix TV-t nézitek. Ez pedig itt a Belkin egyik kiegészítője, a konzervvelit, ami igazából egy intelligens töltőállomás, aminek segítségével 4 darab eszközt tudunk tölteni egymás mellett, egyetlen egy konnektort elfoglalva, illetve környezetvédelmi szempontból is egy hasznos kis eszköz, hiszen ez automatikusan lekapcsol és levesz az energiafelvételt akkor, amikor nincs rajta eszköz, vagy feltöltött a rajta lévő telefon, vagy esetleg tablet. Itt látjuk a dobozát, érdekes módon szép kis nyitott konstrukció ez a doboz, tehát rögtön beláthatunk oldalra, illetve itt láthatjuk a hátulját is. Itt tényleg oldalra megnézve kicsit olyan érdekesen, aszimmetrikusan alakították ki ezt a dobozt. Itt a hátulján láthatunk néhány kis adatot róla, van ezen 4 USB port, egy bekapcsoló gomb, illetve 2 év garancia is vonatkozik erre. Amilyen érdekesen van kialakítva a doboz, annyira érdekes ezt kinyitni is igazából, ilyen érdekes módon kell kifordítani. Találunk benne egy kábelt, ami igazából amivel áramot tudunk adni magának a töltőnek. Van egy sor használatút, mutatunk több nyelven is, illetve 2 darab USB kábelt kapunk. Ez itt látható, az egyik egy micro USB, USB, a másik pedig egy mini USB, USB, bár ez már kevésbé használatos ma, de még van ilyen eszköz, amit ezzel tölthetünk. Illetve itt van maga a töltőállomás. Láthatjátok, elég nagy darab, nagyobb, mint a tenyerem. Teljesen matt a felület, ennek mondjuk hívhája. Láthatjátok, itt a szennyeződéseket össze tudja gyűjteni. Itt a tetején van egy kicsi LED, alatta pedig egy zöld színű gomb. Ezt benyomva tudjuk kapcsolni a töltőt. Alul egy kis Belkin felirat, és igazából tetej ennyi. Alulról megnézve megint túl sok infót nem kapunk, vagy extra funkciót itt nem találunk. Igazából ami érdekes, az maximum az a 4 kis talp, ami ugye a csúszást akadályozza. Hátul itt találjuk ugye a tápcsatlakozót, itt a 3 darab USB portot, ami 2 ampert képes leadni, tehát akár tabletet is tölthetünk elméletileg vele, illetve egy negyedik port itt oldalt található. Ez egy elvileg egy gyorsabb csatlakoztatásra arra az esetre, hogyha olyan eszköz csatlakoztatnánk, amit egyébként nem szoktunk, illetve itt a műanyag a sorész peremén található a kis kialakítások a kábel elvezetésére. Hogyha megpróbálom gyorsan összerakni a dobozt is, hogy ne legyen útban, és megpróbálom bemutatni magát ezt a töltőállomást, hogy ez gyakorlatban hogyan is működik. Szép kis fehér kábelt kapunk ugye hozzá. Ezt már a hálózat alá helyeztük. Bedugjuk az USB kábeleket. Ezeket ugye el tudjuk itt oldalt alul vezetni, szépen körbe. És szépen tudjuk tölteni az eszközöket vele. Egyszer egy telefon, mini USB-t is, hogy reprezentálja egy újabb olvasót teszek rá, amin éppen mini USB van. Igazából így egy e-book olvasó és egy könyv is kényelmes, vagy egy telefon is kényelmesen elfér rajta. Jelen pillanatban még most nem tölti egyik eszközt sem, azonban ha itt a tetején megnyomom a gombot, itt látszik, ki is villant a zöld kis LED, a telefon már jelzés, hogy tölt, illetve az e-book olvasó is elkezdett tölteni. Tehát most jelen pillanatban szépen feltölti a két eszközt, amelyik csak szükséges, ugye láthatjátok, hogy a e-book readernek is van mit tölteni még, illetve amikor maga a telefon és maga az e-book olvasó is
feltöltött teljesen, lekapcsol az elektronika, ez a lámpa elalszik, és nem fog fogyasztani majd a kis backing kiegészítőnk, tehát ezzel áramot tudunk megspórolni. Ez volt végül is a backing konzerv felé, egy intelligens töltőállomás, amivel akár 4 különböző eszközt is tudunk tölteni. Hát nem voltam, Mobilix TV-t néztétek, sziasztok!